A megalapozott gyanú szerint a 31 éves karcagi férfi nagymamája konyhájából eltulajdonított egy televíziót. Ezt követően édesanyja lakatlan házából hozott el jogtalanul 5 darab csillárt, 50 darab ledes spotlámpát, 50 darab konnektort és 30 darab fali kapcsolót, valamint kábeleket. Féltestvére házában is járt, ahonnan televíziót, mobiltelefont, gyerekruhákat és kerékpárt tulajdonított el. A rokonaitól jogtalanul megszerzett értékeket később pénzét tette. Az egyenruhások a férfit az utolsó bejelentést követően elfogták és előállították a karcagi rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként kihallgatták. A rendőrök megállapították, hogy a terhelt az elmúlt időben több vagyon elleni bűncselekményt követett el, ami miatt már van ellene folyamatban büntető eljárás. A nyomozó hatóság az ügyeket egyesítette, majd a gyanúsítottat őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatása indítványozására. A karcagi rendőrkapitányság összesen 11 rendbeli vagyon elleni bűncselekmény miatt folytat eljárást.